29 éve, hogy a győzelmesen előnyomuló szovjet hadsereg felszabadította hazánkat a fasiszta elnyomás alól. Erről emlékezett meg ünnepi beszédében Rödönyi Károly, közlekedés és postaügyi minisztériumi államtitkár. Hálával és szeretettel gondolunk a frontok hősi halottaira, a mártírok tízezreire, akik a legtöbbet életüket áldozták azért, hogy az emberiség, s köztük a mi népünk is, az elnyomás, a kizsákmányolás félelemteljes világából a szabadság, a béke útjára lépjen. Hazánk felszabadulásának 29. évfordulója alkalmából az elnöki tanács és a közlekedés és postaügyi miniszter kitüntetésben részesítette az évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújtó, kiváló munkát végző dolgozókat. A közlekedési ágok különböző munkaterületein 50-en kapták meg a munkaérdemrend aranyfokozatát. 50-en részesültek a munkaérdemrend ezüst fokozatában, és ugyancsak 50-en a munkaérdemrend bronz fokozatát érdemelték ki. A közlekedés és postaügyi miniszter által első alkalommal adományozott 5-ös Loránd díjat kapott Hidvégi Rudolf, az útépítőtröszt szakági főmérnöke, dr. Horváth Lajos, a Posta vezérigazgatóság megbízott szakosztályvezetője, Virág István, a MÁV északi járműjavító üzem kiemelt mérnöke, és Kőhalmi József, a MÁV vezérigazgatóság műszaki gazdasági tanácsadója. A közlekedés kiváló dolgozója miniszteri kitüntetést és miniszteri dicséretet kapott a minisztériumi apparátus, valamint a közlekedéssel szoros kapcsolatban álló szervek és vállalatok 61 dolgozója. A legjobbak kitüntetése egyúttal az egész közlekedés és hírközlés eredményeinek elismerése is. ...1974. februárjában helyezték üzembe az ország első teljesen automatizált magas raktárát az Autóker Ecseri úti telepén. A 2000 négyzetméter alapterületű 16 méter magas raktár olasz tervek alapján magyar kivitelezésben épült. A tárolt anyag nyilvántartását és a gépek vezérlését számítógép végzi. A számítógép által készített lyukkártya utasítására indulnak meg az automata gépek a különféle raktározási műveletek elvégzésére. Figyeljük meg, hogyan dolgozik ez a berendezés. Miután a tolópad a felrakó gépet a kívánt folyosóhoz vitte, a gép felveszi az 1 köbméteres, maximálisan 1 tonna súlyú autóalkatrészt tartalmazó tárolóedényt. Majd egyidejűleg vízszintesen és függőlegesen haladva megkeresi a kijelölt tárolóhelyet. A 13 emelet magas polcrendszert 7 folyosó osztja részekre. A gép a folyosókon haladva választja ki az előírt tárolóhelyet. Mivel a kártyaolvasóba helyezett másik lyukkártya egy kitárolási műveletre is utasítást adott, ezért a gép először megfordítja villáját, majd a tolópad segítségével a kívánt folyosóhoz indul. A felrakógép haladási sebessége percenként 90 méter, emelési sebessége pedig percenként 20 méter. A magas raktárban 9800 darab 1 tonna teherbírású lezárt tárolóedény helyezhető el. A raktár nagy előnye, hogy bármelyik tárolóeszköz rakosgatás nélkül közvetlenül elérhető. Mivel az anyagok helyét számítógép tartja nyilván, nincs szükség keresgélésre. A felrakógép tévedés nélkül képes az árut kiválasztani és a kívánt helyre szállítani. A gép 12 órás műszak alatt 250 tárolóegységet tud megmozgatni, kapacitása tehát műszakonként 250 tonna. A raktár kiszolgálásához 4 fő elegendő, míg a hasonló befogadó képességű hagyományos raktárak létszám igénye ennek többszöröse. A gépet üzembiztonsági okokból kézi vezérlő berendezéssel is ellátták. Az új magas raktár 80 millió forintba került. 10 millió forinttal olcsóbb, mint egy azonos kapacitású, hagyományos raktár felépítése. A
vasúti kocsik tengelyeiről leszerelt DAX típusú görgős ágyak tisztítását régen kézierővel végezték. Az igen fáradtságos szétszerelés után külön tisztították az ágytokot, a görgős ágyat és a rögzítő elemeket. Mivel a visszaszerelés is kézi szerszámmal történt, az alkatrészek igen gyakran megsérültek. A MÁV debreceni járműjavító vállalat újítói olyan berendezést készítettek, amelyel a görgős ágyak tisztítása, szerelése és zsírzása együttesen megoldható. A görgős ágyak előmosása folyadéksugaras előmosókamrában 70 fokos lúgos oldattal történik. Az ágytokból hidraulikus prés nyomja ki a csapágyakat. A mosást zárt térben 80 fokos folyadéksugárral végzik. Korrózió ellen dezoxáló folyadékba mártják a csapágyakat, majd ipari szeszfürdőben távolítják el az öblítő folyadékot. Ezután kerül sor a csapágyak összeszerelésére és zsírzására. A benyomóprés zsírzó tüskéjére helyezett tiszta görgős ágyakat pneumatikus henger nyomja az ágytokba. Ezután következik a zsírzás. A zsírzóberendezés négyzetméterenként 0,6 kilopont nyomással működik. A DAX görgős ágy mosó és szerelő berendezést már sorozatban gyártja a debreceni járműjavító vállalat újító műhelye. A MALÉV 1974-ben állította üzembe a Tu-154-es típusú Szovjetunióból vásárolt repülőgépeket. A gép utasbefogadó képessége 158 fő, azonban a MALÉV 144 személyes változatban üzemelteti. A három darab kétáramú gázturbinás hajtóművet a farok részen helyezték el. Így alacsony a zajszint az utastérben, és kedvezőbbek a szárny aerodinamikai viszonyai. A hajtóművek egyenként 10.500 kilopont tolóerővel rendelkeznek. A szárnyban helyezték el a tüzelőanyagot. A szárny nyilazási szöge a hagyományos 35 fok negatív V beállítással. A jól kialakított szárnymechanizáció kedvező fel- és leszállási, valamint süllyedési sajátosságokat biztosít. Az egyenként három kerékpárból álló főfutó kialakítását és elhelyezését a súlypont széles határok közötti vándorlása, a kis kerékméret és a nagy felszálló súly tette szükségessé. A gép a földön elfordítható orrfutóval kormányozható. Az orrrészben helyezték el a lokátort, mely a bonyolult időjárási viszonyok között segíti a repülést. A repülőgép vezetőfülkéjében foglal helyet az első, a másodpilóta és a hajózó mérnök. A repülés biztonságát segíti a korszerű navigációs rendszer. Az automatikus navigációs berendezések jelentős része komputer. A pilóták és a hajózómérnök jól áttekinthető műszerfalán a repülőgép rendszerek ellenőrzése és vezérlése gyorsan elvégezhető. A repülőgép utasterét 144 fő kulturált utazására alakították ki. Az utasok kényelmét biztosítják a dönthető támlájú székek. Az erős külső fény tompítására kellemes színű fényszűrő szolgál. Az olvasólámpák közelében találhatók a szellőző szelepek és az utas kísérő hívásjelzői. A fedélzeten kialakított konyha hideg-meleg ételek tárolására és előkészítésére alkalmas. A Tu-154-es repülőgép utazó magassága 12-13 ezer méter, sebessége óránként 900 km. Minden kedves nézőnknek azt kívánjuk, hogy utasként ismerje meg ezt az új, korszerű repülőgépet.